Először is szeretnék mindkét csapatnak gratulálni egy rendkívül, rendkívül szoros mérkőzésen. A NECA csapata 24-21 arányban győzedelmeskedett. A vendégek vezetőedzője Sotonyi úrhoz fordulnak először, hogy értékelje a mérkőzést. Mik voltak a kulcsmomentumok a találkozón? Gratulálok mindenkét csapatnak, az volt nagy küzdést láthatott a közönség. Számomra nagyon fontos mérkőzés volt, a mai megerősödött Szeged otthonába jöttünk. A fiatal csapatomnak pontosan ilyen mérkőzésekre van szüksége, amin ezeken a krízis helyzeteken úrrá tud lenni, tud dolgozni és élesben tud a pályán lenni ez a sok fiatal játékos. Nagyon fontos, hogy új mentális stratégia mellett dolgozunk, ezeket a fiatal gyerekeket hogy lehet sikeresből győztes profi sportolókká nevelni, és ennek egy ilyen állomása volt a mai. Annak külön örülök, hogy a múlt héten hasonló volt a forgatókönyv, a mérkőzés végén tudtunk meglépni az ellenféltől, mint ahogy most is, és végtelenül büszke vagyok a csapatra, hogy hétről hétre ilyen fejlődésen megy keresztül, és ebben a szellemben dolgozik, gyakorlatilag az egyéni érdekeiket hátra teszik, és a csapatban a rendszer próbálják játszani, és ennek a következménye az, hogy mindenki azért fejlődik, és a csapat is sikeres tud lenni, úgyhogy nagyon büszke vagyok a srácokra. Válogatott hét jön, ahol a csapaton nagy részére további feladatok várnak, úgyhogy bízom benne, hogy azokat is jól fogjuk tudni kezelni. A Cegrédnek pedig további sok sikert kívánok, kapcsolok jó munkát. Nagy Károlyhoz, hazaiak, vezetőedzőhöz fordulni. Karcsi, miben volt ez a mérkőzés más, mint a múlt heti győzelem? Értékeld, légy szíves, a mai mérkőzés. Jó csapattal játszottunk, mint a múlt héten, ez egyértelmű. Gratulálok a Sónak, ügyesek a fiai. Beszéltünk a meccs előtt, és mondtam, tetszik az, hogy mindenki körülbelül tudja a dolgát, van tempó, dinamizmus, bátran ütköznek, labdát szereznek, ott hagyják a helyüket. Nagyon sokáig tudtunk velük lépést tartani, hát az elején voltak problémáink, azt rendeztük. Sajnos a végjátékban a fegyelmezetlenség, buta egyéni hibák okozták azt, hogy egyértelműen fölén kerekedett a NECA. Nagyon sajnáltam ezt a meccset, benne volt a lehetőség, volt kapus teljesítményünk, azt kell mondjam, hogy a saját szintünkön harcoltunk, mint a vörös katona, csak a fejünk a végére elveszett. Ami bosszantott az, hogy főleg az idősebb játékosaim hagytak most elég rendesen el. Nagyon sajnálom, még egyszer mondom, de el kell ismernem, hogy teljesen megérdemelten nyerte meg a végjátékot. A nekem én is azt mondom, mint ugyanolyan meccs volt, mint a Budakalász meccse, ahogy a második fél utolsó részében fölé kerekedett a Budakalásznak. Most a saját bőrünkön éreztük, csak azt nem tudom, hogy ha jobban fel tudunk készülni, hogyha fegyelmezettebbek vagyunk, akkor kíváncsi lettem volna, hogy lehet volna ez a végjáték. De még egyszer mondom, ez így, ahogy történt, így egyértelműen. A tovább a nekának megérdemelten nyert. Köszönöm. A vendégek hálóőréhez, Forrasics Kristófhoz fordulnak először, és gratulálok a válogatott kerettagságodhoz. Hogy érezted belülről a mérkőzést? Mik voltak számodra a kulcsmomentumok, illetve értékeld az egész találkozót? Köszönöm szépen, először én is szeretném gratulálni a Cegléd csapatának. Egész héten, ugye az előző héten a Budakalásszal játszottunk ott is idegenben, utána jöttünk ide egy kis idegenbe, és tudtuk azt egész héten úgy készülni, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, hiszen most a Cegléd megerősödött és hazai pályán nagyon jó meccseket játszik. Ahogy Laci bár is mondta, több krízis pillanat is volt a mérkőzésen, és úgy gondolom, hogy ezeket sikerült úgy megoldanunk, ahogy készültünk rájuk a héten, és nem veszítettük el a fejünket. Szerintem ezek voltak a legfontosabb pillanatok. Főleg itt a második fél időben tudtuk azt, hogy mikor kell sietni, mikor kicsikét lassítsuk a játékot. Büszke vagyok a srácokra nagyon, hogy sikerült így maradnunk, és azt, hogy ezt így megnyernünk, és főleg azért, mert azért a tavalyi szezonban, ahol emlékszem, egy vagy két vendég sikerünk volt, amikor idegenbe mentünk. Egy. És ahhoz képest idén úgy gondolom, ebben nagyon sokat fejlődtünk, és már ez látszik a csapaton, hogy akárhol megyünk, föl tudjuk venni a versenyt. Ugye az egész márciusunkra igaz lesz, hiszen ezután Füredre megyünk a válogatott hét után, ahol szintén egy nagyon nehéz mérkőzés lesz. De úgy gondolom, hogy ha ezen az úton megyünk tovább, és így készülünk, ahogy eddig, illetve ha tényleg betartjuk azt, amire készülünk, akkor egy jó tavaly szezon előtt állhatunk, de ez tényleg mindenkinek nagyon sokat hozzá kell tenni és odafigyelni. További sok sikert kívánok a Ceglédnek.
Köszönöm szépen, és akkor végül Krányi Zolihoz fordulnék. Zoli, hogy élted meg ezt a mai mérkőzést? Mesélj róla egy kicsit. Először is gratulálok a Nekának, mert azokat a támadásban elkövettünk technikai hibákat, azokat kegyetlenül kihasználta. Tudtuk jól, és úgy készültünk fel, hogy egy nagyon fontos mérkőzés lesz ez a mai. De sajnos itt a végjátékban, hogy itt a többiek is elmondták, ezt nem tudtuk már kontrollálni, kontroll alatt tartani. Megyünk tovább. Én a mi védekezésünknek gratulálnék, mert én úgy gondolom, hogy nagyon nagy melót csináltak. 24 gól, én úgy gondolom, hogy nem egy ördöngös dolog hazai pályán, azzal lehetne nyerni. Ma ez nem sikerült, de bízunk benne, hogy a jövőben fog. Köszönöm szépen. További kérdés esetleg. Köszönjük szépen!